Október 6-án késő este a Nemzeti Választási Iroda befejezte a vasárnapi népszavazáshoz érkezett levélszavazatok összeszámlálását, így megszületett a végleges eredmény. Országosan az összes választópolgár 41,31%-a szavazott érvényesen, 56 ezeren igennel, 3 millió 361 ezeren pedig nemmel. Pest megyében a választásra jogosultak 43,61%-a élt alkotmányos jogával, a nemmel voksolók aránya pedig 98,48% volt. A megye 6-os számú választókerületének eredményeiről a térség országgyűlési képviselőjét Vécsei Lászlót kérdeztük. A választókerületünk, a Pest megyei 6-os választókerület, azt gondolom, hogy még az országos átlagnál, sőt a megyei átlagnál is meggyőzőbb. Meggyőzőbb elutasítást mondott erre a brüsszeli tervre. Ugye az országos megyei átlag fölött több százalékkal szerepelt a 17 településünk. A 17 településünk között talán Kartalt lehetne kiemelni, ahol időközi választást is tartottak október 2-án. Az időközi választással együtt Kartalnak mind a 6 szavazók körében 50% fölötti részvétel mellett született meg a közel 99%-os nemleges válasz, de kiemelhető lenne természetesen más település is a választókerületből. Olyan települések alapvetően, ahol a 50% fölötti részvétel dominált, így Hévízgyörg vagy Versegnél majdnem elértük. De Hévízgyörg esetében vagy Nagytalcsa három szavazó körében, vagy éppen Versegen, ahol majdnem elérték az 50%-ot, tehát több olyan település is volt, ahol a lakók az átlagosnál is, vagy a vártnál is erősebben nyilvánították ki az akaratukat. Ilyen szempontból például egyes települések eredményeit tekintve nagyon érdekesnek tartom, és figyelemre méltónak tartom a gödöllői eredményt, hiszen a Régió Plus televízió néző is értesülhettek arról, hogy a gödöllői önkormányzat ellentétben más települések önkormányzataival nem igazán állt az ügy mögé, tehát nem nyilvánított véleményt, illetve elutasított a 3 alkalommal is a kötelező betelepítési kvóta elleni határozat elfogadását. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért a gödöllőiek nagyon a helyzet magaslatán voltak. Gödöllőn a szavazókörök közül 4-ben is 50%-ot meghaladta a részvétel, és a gödöllői nemeknek az aránya szintén több százalékkal magasabb volt a megyei átlagnál és az országos átlagnál is. Tehát azt gondolom, hogy a gödöllőiek megértették azt, hogy nagyon fontos a részvétel, megértették azt, hogy nagyon-nagyon fontos a határozott nemnek a kinyilvánítása. Ezzel én azt hiszem, hogy Gödöllőn is beállt az a helyzet, hogy egy új egység létrejött, hiszen például a gödöllői eredmények is azt mutatják, hogy soha olyan magas részvétel és annyi szavazat nem állt egyetlen párt-párt szövetség mögött sem országgyűlési választásokon, vagy polgármester képviselőjelölt mögött helyhatósági választásokon, mint ahány nem született ebben az ügyben Gödöllőn. Tehát egy nagyon-nagyon meggyőző, nagyon határozott választ adott a választókerület is a feltett kérdésre. Ebből nyilvánvalóan az következik, hogy a választókerület egészen, ezen belül minden településről elmondható, a kormánynak megfelelő támogatást biztosít ahhoz, hogy Brüsszelben ezt a nagyon nehéz ütközetet megvívja. A választókerület nagyon jónak tartható eredményében biztos vagyok benne, hogy fontos szerepet játszott az önkormányzati testületek és ezen belül az önkormányzati testületeket vezető polgármesterek hozzáállása, hiszen ők bizonyos értelemben mintát adnak, mintát közvetítenek a település lakói felé. Az, hogy a választókerületben a polgármesterek csak nem egységesen álltak az elutasító nem szavazatok mellé, az, hogy ezek a képviselőtestületek időben meghozták a települések elutasító álláspontját, a testületek elutasító álláspontját, biztosan hatással volt az eredményre, és ezek a polgármesterek, ezek a testületek szerintem nagy-nagy köszönetet érdemelnek, mert megtették, sőt többet tettek, mint amennyi elvárható lett volna ebben a helyzetben. Külön
Kiemelendő természetesen Kartal esete, ahol ugye időközi választás volt, tehát annak ellenére hozta meg a kartali testület még alpolgármester asszony vezetésével ezt a határozatot, hogy a polgármester asszony akkor már nem irányította a települést, és az időközi választás eredménye azt mutatja, hogy a kartaliak valószínűleg honorálták azt, hogy a polgármester asszony, aki egyébként képviselő, polgármester jelölt is volt, ilyen hozzáállást tanúsított. Az ő eredménye az, ha jól tudom, közel van a 70%-hoz. Tehát nagyon, nagyon nagy megerősítést és nagyon erős felhatalmazást kapott arra, hogy irányítsa a községet. A kartaliak pedig úgy tűnik, hogy mind a nem szavazatok mellett, mind a polgármester jelölt mellett nagyon határozottan kiálltak.